Szervusztok, srácok, üdv itt a GK-n. Akik követik a GK Facebook oldalát, sajnos nagyon kevesen vagytok, éppen ezért csinálom ezt a videót, hogy még több emberhez eljusson. Azok láthatták, hogy megosztottam egy posztot, amit Benny írt korábban, hogy sajnos betörtek a pincéjükbe, és ellopták a család bicikliét, nem olcsó járműről van szó, gyerekülés volt rajta, ez volt gyakorlatilag a szabadidős, mozgásos, családos tevékenységeknek a fő forrása, hogy ilyen kacifántosan fogalmazzak. Kezdjük rögtön az elején. Na, sajnos nagyon kevés olyan embert ismertem meg a YouTube-os karrierem során, akikre azt mondhatom, hogy akár barátként is tekintek, vannak ilyen tévhitek, hogy itt most az összes YouTube-os jóba van, vagy az ennek a szöges ellentétje, hogy az összes YouTube-os szívja egymás vérét, balhéznak, stb. Na most Bennyvel a kapcsolatunk nem ilyen. Szerencsére egy olyan emberre találtam itt a YouTube-on, akivel készítettünk is együtt tartalmat, jó volt az együtt eltöltött idő, és azóta is tartjuk a kapcsolatot, és tervezünk is egy szabaduló szobás videót, erről majd bővebben máskor. Szóval lényeg a lényeg, hogy tudjátok, hogy nagyon kedvelem Bennyt, kedveljük Bennyt így a nézősereggel együtt, szerintem mondhatom ezt. Arra kérek mindenkit, hogy legalább annyit próbáljunk meg segíteni a Bennyéknek, hogyha valaki konkrétan ezt a biciklit, ide nem biztos, hogy a megfelelő képet tettem ki, mindenképpen látogassatok el a Facebook oldalamra, onnan pedig a Bennynek a posztját megtaláljátok, kitűztem legfelülre, hogyha láttok hasonló biciklit, ugye azért próbáljátok utána járni, vagy ha valaki esetleg hallott valamit, vagy tud valamit. Sajnos egy rohadék szemétláda köcsög emberről lehet szó, mert aki betör egy pincébe, látja, hogy ott a családnak a biciklije, rajt van a gyerekülés, letépi, levágja róla a gyerekülés, bevágja a sarokba, elviszi a biciklit. Na szóval szívesen szájba teperném az illetőt, de ebbe most nem menjünk bele. A lényeg az, hogy azért vigyázzatok, nem tudom, kinek lehetnek ilyen ismerősé, vagy nem tudom, de bármit hallotok, szóljatok, srácok. Lent a leírásban megtaláljátok az én e-mailemet, valamint a Bennynek egy elérhetőségét is ki akarok tenni legfelülre, de lehet, hogy ez a Facebook oldal lesz, és akkor ott már rá tudtok írni. Szóval a Bennynek a játékörület oldalának a Facebook linkjét mindenképp ki fogom tenni. Gyerekek, ez egy mocskos egy dolog ez. Nem mondom, hogy... Miért pont a, tehát ez is hülye hangzik, hogy miért pont a Bennytől lopták el, miért nem másról, ne, egyáltalán nem kéne ilyet csinálni. Ez nyilván, persze van, aki ebből él, kurva jó, nagyon nem jó, nem lehet ezzel mit tenni, be voltak zárkózva nyilván, de felfeszítették, tehát ez legyen megint egy alkalom arra, hogy azért így nyomatékosan megkérek mindenkit, hogy nagyon figyeljünk oda egymásra, a holmiainkra, zárkozzunk, láncoljunk, kamerát szereljünk fel, mit tudom én, de még így is megtörténik a baj, látjátok. Hát még hogyha az ember nem figyel, mert látom, hogy tirogatták többen, hogy hát csak 10 percre letámasztottam a biciklit. Nincs ilyen, gyerekek, hogy csak 10 percre letámasztott. Oda kell hegeszteni, vagy állíts oda valakit, amíg bemész a boltba, vagy nem tudom, ne hagyd ott, mert elviszik. Főleg a bicikli tolvaj az azért nem olyan hülyám, mint hogy a tolvajkergetőkbe állította magáról ott mindegyik, hogy hát én nem tudtam, hogy ez ennyibe kerül. Nagyon jól tudják, hogy mennyibe kerül. Hidd el, hogy nagyon jól tudják, hogy mennyibe kerül. Egy villanás alatt ellopják és értékesítik is. Persze nyilván vagy fele árér, vagy mit tudom, mennyire, ez teljesen lényegtelen. Tömören csak ennyit szerettem volna, hogyha bárki bármit tud, vagy esetleg látja Bennyék bicikliét, vagy stb., vagy keresse fel Bennyt a Facebook oldalon, ha bármilyen információhoz hozzájött, hogy valamilyen úton módon tudnánk segíteni Bennyéknek, mert ez tényleg gáz. Tehát ez egy ilyen bicikli, egy havi fizetés, persze attól függ, mennyi az a havi fizetés, de ha jól láttam, Benny úgy írta, hogy egy havi fizetés, egy ilyen bringa. Nem hobbiból vették, nekik ez kellene. Ez nagyon gáz, főleg így, hogy betörés. Tehát nem is csak az, hogy kitették valahova Bennyék, vagy bementek boltba, nem figyeltek oda, vagy meg leláncolták, és akkor leszedték a láncot, és elvitték, hanem betörés. Tehát ez nagyon kemény, úgyhogy hogy bárki bármivel tud esetleg, én mondom, ezt azért csináltam, hogy még több emberhez eljusson, ha esetleg bárki tud valamit, akkor szóljon Bennyék felé. Csak ennyit akartam, srácok. Benny, hogyha ezt valaha nézed, nektek meg kitartást,
remélhetőleg vagy tud valaki segíteni, ne adj is rejég, akár lehet, hogy elkapják azt a szemétlárát, és elő is kerül a bicikli, illetve nem ne adj is, hanem adj is, hogy ez történjen meg. Úgyhogy köszönjük szépen, srácok, mindenkinek a figyelmet, remélhetőleg segít valamit ez az egész. Nagyon remélem, hogy valamennyit ezt hozzá tudtam járulni. Ezzel, vagy akár a Facebookos megosztás, úgyhogy kitartás nektek, Beni, nektek pedig, srácok, ha bármiben ezt hozzá tudtok szólni, segíteni, nagyon szépen köszönöm a segítségeteket a Beni nevében is. Legyetek jók, sziasztok!